Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Kanapéban bújt el a betörő tolnán, gyorsan megtalálták a rendőrök. A Fidesz nyert Pakson, Ulbert Sándort támogatta a szavazók 94%-a. Kastélykoncert, 3 éve része a medinai művészeti napoknak a Csapó kastély. Felújítás, 1 millió forintból állították helyre a homlokzatot. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Betörőt fogtak a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A betörés helyszínén egy tolnai lakatlan házban érték tetten a rendőrök az elkövetőt. A 24 éves szekszárdi férfi az egyik szobában bujkált a kanapéban. Ebbe a tolnai házba vertek Tanyát hosszabb időn át a bűnelkövetők. A betörés a mögötte álló lakóépület és tulajdonosának sérelmére követték el. Bár a sértett nem akart kamer elé állni, azt elmondta, tipikus hibákat követtek el a kulcs elhelyezésben és az otthon tartott pénz helyének kiválasztásában. A bűneset felfedezésekor értesítették a rendőröket, akik a lakatlan ingatlanba keresték a gyanúsítottakat. A kollégáim a helyszínre érkeztek, és a helyszínre érkezésüket követően észlelték, hogy valóban betörésre utaló jelek vannak a ház környékén. Helyszíni szemlét kezdtek meg az ingatlanban, és az egyik szobában kutatás során egy kanapéban egy fiatal ember találtak, aki a későbbiekben elismerte, hogy betörési szándékkal ment a lakatlan ingatlanba. A 24 éves szekszárdi férfit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Kisebb értékre elkövetett lopás büntettének megalapozott gyanújával indítottak eljárást a gyanúsított ellen. A sértett azt mondja, ő nem börtönbe csukatná az elkövetőket, más büntetést szabnak irájuk. Ledolgoztatnám. Nem kőbányában, vannak itt még más munkák is. Anyám házában is nagyon sokat el tudna ottan fákat összevágni, szóval tudnék neki ezeknek munkát adni. A rendőrség az ügy felderítését még nem fejezte be, a nyomozás jelenleg is tart. Kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás Szekszárdon a Körösi Csoma Sándor utcában. A lángokat a helyi tűzoltók fékezték meg Bonyhádi és Paksi lánglovagok segítségével. A lakásban egy idős férfi élt, akit füstmérgezés gyanújával szállítottak kórházba. Úgy tudjuk, az ingatlanban közműszolgáltatás nem volt, a szobákban felhalmozott szemét égett. A 15 lakásos társasház 45 lakójának ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. A tűzoltók több órás munkával fékezték meg a lángokat, így nem terjedt át másik lakásra. A lakók az oltási munkálatok befejezését követően visszatérhettek otthonukba. Mint ahogy mi is beszámoltunk róla, az elmúlt napokban hatalmas vihartombolt Szekszárdon. A sok csapadék és a viharos széllökések miatt lehullott falevelek, ágak jelentős mértékben elborították Szekszárd közterületeit. Az önkormányzat munkatársai igyekeznek minden területen helytállni, azonban a megnövekedett feladatok ellátását nem győzik, ezért a lakosság segítségét kérik. Egy önkormányzati rendelet is előírja, hogy rendbe kell tartani a tulajdonosnak a ház környékét, beleértve a járdát, gépkocsi beállót, a zöld felületet és a csapadékvíz elvezető útárkokat. Ulbert Sándor, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a Paksi 2-es választókörzetben kiírt időközi képviselő választást. A választáson megjelentek 94,4%-a támogatta szavazatával a Fidesz-KDNP jelöltjét. A részvételi arány 14,8% volt. Volt, aki sietve érkezett vasárnap a Paksi polgármesteri hivatalba. Szeptember 2-án időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak a 2-es számú választókörzetben. A megüresedett képviselői székbe 2-en jelentkeztek, Ulbert Sándor a Fidesz-KDNP, valamint Szarka Sándor a munkáspárt jelöltje. Szeptember 2-án reggel 6 órától 2 szavazókörben várták a választókat. 2076 választópolgár volt ebben a választókerületben, amiből 307-en jelentek meg, ez 14,5%-os részvételt jelent, meglehetősen alacsonynak mondható, bár a hasonló tegnap megtörtént időközi választásokon is, ahogy néztem, hasonló volt a részvételi arány.
Ha meg a szavazatok leadása az alábbiakban történt, tehát a 307 választópolgárból egy adott le érvénytelen szavazatot. A 306 érvényes szavazat közül a Fidesz-KDNP jelöltje 289, még a Munkáspárt jelöltje 17 szavazatot kapott. A győztes jelöltet 94,4%-os többség támogatta. Ulbert Sándor az eredmények kihirdetése után híradónknak azt mondta, köszöni a választók bizalmát. Mindenkinek köszönöm. Hát vannak bennem azért vegyes érzelmek, hogy őszinte legyek. Büszke vagyok arra, hogy közel 95% lett, de én azt hittem azért, hogy magasabb lesz a részvétel mindenféleképpen. Én 20% fölé most látom, hát sajnos ez nem jött össze. Hát van mit, miért dolgozni, az biztos. Egy az, hogy azért, hogy legközelebb választásokkor lényegesen többen menjenek el szavazni, és még meg kell győznem azt a maradék 5%-ot is. A választás eredménye 3 nap múlva jogerőre emelkedik, ezután megnyílik az út a megbízó levél átadása előtt. Ulbert Sándor a soron következő képviselőtestületi ülésen esküdt tesz, onnantól kezdve pedig gyakorolhatja a képviselői jogait. Bár véget ért a nyári körút, amin a Paks 2 atomerőmű ZRT interaktív kamionja számos fesztivált meglátogatott, újabb helyszíneken tűnik fel a kamion, legutóbb Dunaföldváron a nyárbúcsúztató gyermeknapon látta el információkkal az érteklődőket. Az elmúlt év nyarán teljesen megújult Paks 2 tájékoztató kamionja. Interaktív táblákon ismerhetik meg az atomenergiát, a Paksi atomerőmű jelenleg üzemelő 4 blokkját, virtuális séta során fedezhetik fel a VVR 1200 típusú blokkokat. 3D-s installáción keresztül megismerhettem, hogy milyen erőmű fog épülni Pakson. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Paks 2 projekt eddigi eredményeibe, széles körülön tájékozódhatnak a beruházás hatásairól. A gyermekek kedvence idén is a bicikli. Folyamatos a verseny, ki tud annyit tekerni, hogy a porszívóhoz elegendő áramot termeljen. Ha tekerünk, akkor áramot lehet vele termelni, és mindig magasabb áramtermelést kell csinálni. Legutóbb a Dunaföldvári nyárbúcsúztató gyermeknapon nyitotta ki ajtaját a kamion. Én szerettem volna így a városvezetés részéről azt, hogyha népszerűsítjük ezt magát, ezt a Paks 2-t is, és ezzel együtt természetesen a nukleáris energiának a hasznosságát, így ugye a mellettünk lévő Paks 1-et is. Horváth Zsolt polgármester kiemelte. Dunaföldvár teljes mértékben elfogadja és támogatja Paks 1-et és Paks 2-t. Városuk profitál belőle, mert munkahelyet biztosít a helyieknek, továbbá széndioxidmentesen termel áramot, és fontos számukra a tiszta energia. A tájékoztatásból egyértelmű, hogy jelen pillanatban az atomenergetika súlypontja az nagyon fontos lesz a magyar alaperőművek sorában. És hogy miért fontos, mert egy misztifikum lengi körül az atomenergetikát, megfelelő mérnöki teljesítmény és megfelelő biztonságtechnikával azt hiszem, hogy napjaink továbbra is egyik legbiztonságosabb energiahordozója az atomenergetika. Az utazó kiállítás folytatja útját. Az eddigi 40 ezer látogatószáma az év végéig tovább gyarapodhat, ahogy az érdeklődők ismerete is az atomenergiáról. Támogatja Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője, a Fidesz migrációs politikáját, erről a Lehet más a politika politikusa szekszárdi sajtótájékoztatóján beszélt. Demeter Márta szerint az unió tagállamainak meg kell hagyni a jogot, hogy maguk döntsenek arról, kiket enged be az országaiba, és el kell vetni az egységes uniós migrációs szabályokat, például a kvótarendszert. A parlamenti képviselő úgy fogalmazott, idézem, számunkra az a legfontosabb, hogy Európai Unióban a magyar emberek szempontjai megjelenjenek, az ő elvárásaik és ezekkel kapcsolatos konkrét megoldási javaslatok oda kerüljenek az asztalra, és mi ezen is fogunk dolgozni. Nem kérdés számunkra, hogy a bevándorlás politika nemzeti hatáskörben kell maradjon, és hogy minden tagállam maga kell eldöntse, hogy kikkel akar együtt élni, és hogy kikkel nem. 1 millió forintot nyert Bogyiszló a Kubinyi Ágoston programban benyújtott pályázatán, melyből a tájház oromzatát állítják helyre, mely most már a korabeli formájában látható. A következő etapban az épület homlokzatának helyreállítását tűzte ki célul a falu vezetése. Újra korabeli formájában látható Bogyiszló főutcáján a tájháznak helyet adó századfordulós épület. Az ingatlant egy magánembertől 2005-ben vásárolta meg a falu vezetése. Egy pályázatnak köszönhetően most az épület oromzatát állították helyre. A felújítás július elején kezdődött. 1 millió forintot nyertünk a Kubinyi Ágoston programból.
erre a célra, és még egy pici önkormányzati önerőt kellett passzítsunk hozzá, hogy a maga homlokzat megújuljon. És most újból pályázott az önkormányzat, hogy tovább menjünk a lábazat és az épületnek a visszaállításán. A munka első lépése a villamos vezeték áthelyezése volt, amelyhez az önkormányzat biztosította az anyagi fedezetet. A századfordulón épült ház oromzatát archív fotó alapján állították helyre korabeli formájában, a munkát egy tolnai vállalkozó végezte. Műanyag nyilászárók vannak benne, ami természetesen ugye nyilván tájidegen, meg a korban, abban a korban, amikor ez a ház az 1800-as évek vége felé épült, akkor nyilván nem voltak műanyag nyilászárók, meg nem is való az ide. Ugyan mi elfedtük ezt hát, megfelelően, de hát azt szeretnénk, hogy minden ízében ez az épület álljon vissza abba az építészeti stílusba, ahogyan annak idején 1800-as évek vége felé megépült. Az ingatlan azon kevés épület közé tartozik a faluban, amely nem omlott össze az 1956-os jeges áradás során. Tájházként 2007 óta működik, és mostanra több mint 1200 leltározott tárgyat őriz. Az idei a harmadik év, hogy a Tengelic közelében található Csapó kastély is kiemelt helyszíne a 9. medinai művészeti napoknak. A kastély kertben a sztár fellépő idén Balázs Fecó volt, emellett egy fotókiállítást is megnézhetett a közönség, amihez megnyitották az épület egy termét. Idén is fényszínházzal zárult az este pénteken. 2016-ban kapcsolódott be új helyszínként a Tengelici Csapó kastély a medinai művészeti napok program sorozatába. A kastély akkori egyik tulajdonosa, ifjabb Szabján István nagyon örült ennek a lehetőségnek. A koncertet ő is családja is jó kezdeményezésnek tartotta, mely azóta hagyományt teremtett és megnyitotta a kastélypark és az Ódon épület kapuit a közönség előtt. Nagyon örülök, hogy ami magántulajdonba került, nem hermetikusan el van zárva, hanem rendelkezésünkre bocsátják egy ilyen alkalommal, mert sokan, magamat is beleértve, itt nőttünk fel, rá számtalan élmény, esemény köt ide bennünket, és valami nagy boldogság számomra is, hogy ezt a helyszínt ilyennél lehet varázsolni. A Tengelici Általános Iskola alkalmi együttese gyakorlatilag Balázs Fecó előzenekaraként lépett fel péntek este a Kastélypark színpadán. Az élő legenda, a Kossuth és Emerton díjas zenész Balázs Fecó minden allűrt nélkülözve vonultatta fel fél évtizedes pályafutásának legkiemelkedőbb dalait. Anyám minden éjjel megfogta kezem. Én ahhoz a korosztályhoz tartozom, azzal a tizenvalány ember, aki még él, és az én korosztályom, mondjuk a Kovács Kati Konzsuzsától kezdve a Charlie Damien Presser Omega, akiknek ez a műfaj, amikor megjelent a Beatles, átalakította a világ zenei életét. Az est újabb különlegessége volt Nyemcsok Pál fotókiállítása, ami a kastély egy megnyitott termében kapott helyet. A fotókon a 6 Tengelic közeli kastély látható új nézőpontból, madártávlatból. Nem csak a környezet és a program volt egyedülálló, de a régióra jellemző borokat, pálinkákat kóstolhattak az érdeklődők, a szervezők könnyű harapnivalóról is gondoskodtak. A kastélyhoz vezető úton este végig fáklyák égtek, zárásként ezek fénye vezette ki az embereket a helyszínről. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Együtt ünnepelt a város és az egyetem, kitüntetéseket adtak át Pécsett. Becsengettek, Kaposváron 5000 kis elsős kapott ajándékot. Mozdonyok és lóerők kis vasúti napot tartottak Balatonfenyvesen. A Magyar Felsőoktatás napja tavaly óta szeptember 1-e az 1367-es Pécsi Egyetem alapítás előtti tisztelgés jegyében. Hagyomány már, hogy Pécs városa és az egyetem közös ünnepséggel kezdi meg a tanévet. Pécs ünnepi közgyűlésének és a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésének idén a Pécsi Nemzeti Színház adott otthont. Az ünnepségen átadták a város és az egyetem kiemelt elismeréseit is.
Kitüntetéseket, díjakat, valamint a város díszpolgári címét is átadták a hétvégén. Szombaton a Pécsi Nemzeti Színház adott otthont a város és az egyetem közös tanévnyitó ünnepségének. Ez egy nagyon fontos ünnep, hiszen az évforduló sem akármilyen, egy olyan évforduló emlékezünk szeptember 1-én, ami a városnak egy fontos identitást jelent, ez egyetem alapítása. 651 évvel ezelőtt jött létre az a dokumentum, ahhez kimondta, hogy Pécset tegyen egyetem, Universitas, erre emlékezünk, és hát nyilván nem csak a miénk, nem csak a város egyetemünké is, egy közös ünnep tehát. Ezt jelzi az a tény is, hogy közösen tartjuk az ünnepet, egyetem és a város együtt tartja ezt a megemlékedést. A jeles eseményre az MTA elnöke Lovász László mellett Süli János is elfogadta a meghívást. A miniszter szerint fontos a régió megerősítése. Szeretnénk, hogy ez a régió egységesen fejlődne, ez Pakson átmenetileg sok munkaerőre szükség, de ha megépítjük, akkor ez visszacsökken, és közben ezt az érdeklődést úgy kell kihasználni, ami a régió iránt megnő az építkezés kapcsán, hogy olyan új munkahelyeket, tudományos igényű munkahelyeket is létrehozzunk, amikor az autópálya segít, a Pécsi Egyetem segít, van Dunajváros, Kaposvár, Baján vízügyes kollégák, tehát mi azt mondjuk, hogy ugyanolyan központtá tudnánk válni, mint Debrecenben, minden adottságunk megvan hozzá. A rendezvény keretein belül a város és az egyetem kiemelt elismeréseit is átadták. A Pécs város díszpolgára kitüntető címet idén Nagy Imre professzor irodalomtörténész vehette át. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és végtelenül boldoggá tesz. Azért, mert ha valaki csak annyit mondhat el magáról, hogy pécsi polgár, már az büszkeséggel kell, hogy eltöltse, de ha valaki abban a megtiszteltetésben részesül, mint én most, hogy Pécs díszpolgára lehet, ez hálát és felelősséget jelent. Nagy Imre 1980 óta oktatta a pécsi felsőoktatás hallgatói részére a felvilágosodás és a reformkor irodalmát. 1998 óta a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, 2006 óta az MTA doktora, 2010 óta professzor emeritus. Becsengettek az iskolákba, 1.250.000 általános és középiskolás számára kezdődött meg a tanév, a kapusvári elsősöket a megyeszékhely és a rendőrség is ajándékkal lepte meg. Van is jó barátom, és megtanulok írni, olvasni, és senki ennek én fogok mesét olvasni. Minden kisgyerek elmondta iskolai terveit a kaposvári Lóránffy Zsuzsanna református óvoda általános iskola és gimnázium első A osztályában. Idehozott ajándékot Szita Károly polgármester, aki már hagyományosan a tanév kezdetekor ellátogat egy-egy intézmény elsőseihez, hogy személyesen adját a város meglepetéseit nekik. Azért jöttem hozzátok, hogy köszöntselek benneteket. Köszöntselek benneteket azért, mert beültetek az iskolapadba, de nem csupán titeket, de rajtatok keresztül mindegy fél ezer kaposvári kisdiákot, aki elkezdte az első osztályt a város különböző iskoláiba. Idén is felszerelt tolltartókat kaptak az elsősök. Ceruzák, meg filcek, radír. Mire fogod ezeket használni? Rajzolásra, meg írásra. A kis elsősök izgatottan várták már az iskola kezdetét. Azért, hogy megtanuljak olvasni, írni, és szépen rajzolni. A rendőrök is meglátogatták az elsősöket, ők sem érkeztek üres kézzel, bűn és baleset megelőzési ajándékcsomagot vittek a gyerekeknek. Mint elmondták, az idei tanévben is folytatódik az iskola rendőre program a megye 137 intézményében. Ennek célja, hogy megtanítsák a kisiskolásoknak, miként tudnak biztonságosan, balesetmentesen közlekedni. Szüretkor csirkepaprikást kell enni, a csirkepaprikáshoz pedig jó bor dukál, vallják a bolyiak. Idén is megtelt a kántorét bográcsokkal, asztalokkal és vidám baráti társaságokkal. 20. alkalommal rendezték meg azt a hagyományőrző fesztivált, amely során az étkeket már nem zsűrizik, csak asztal szépségversenyt tartanak. Hogy milyen a jó szüreti csirkepaprikás? Aki az ősz beköszöntével bolyban jár, bizonyára jól tudja. A legfontosabb a hosszulé és a kanalas galuska, na meg persze, hogy jó legyen az alapanyag, ami általában kakas. Bolyban, ahol a hagyományok őrzése mellett, sok házban még ma is a régi svábkonyhát viszik, a szüret elmaradhatatlan étke volt, a paprikás.
Gyerekkoromban is édesanyám erre nevelték a kakast, és akkor egy speciális kakas, paprikás, pörköltes, nagy gombócos, kanalas, nokedlivel készült, csirkepaprikás készült, és ez volt a jellegzetes szüreti étek. Ezt ugye, amikor szüretkor is összejöttek a rokonok, ismerősök, és ugye kalákával leszették a szőlőt, minden hétvégén máshol, és minden hétvégén csirkepaprikás, illetve kakas, paprikás volt. Hát ezt az régi hagyomány szerettük volna feleveníteni. Na de miért bőlével készül? Ez is a szüret miatt alakult ki, hiszen sok éhes szüretelőnek kellett főzni. A hosszú lé növelte a mennyiséget, a belekerülő gombócok pedig laktatóvá tették a paprikást, aminek alapízét a hagyma, a paprika és a kakashús adta meg. Amit bele kell rakni, azt tegyük bele, fűszerekkel, minden, és az a lényeg neki. És még a lényeg, hogy sok legyen. Ugye minél jobb a kaja, minél több, nagyobb mennyiségbe főzik. Ez is öreg kakas, az a lényeg. Mert a fiatal csibéltával nem az íz nem olyan jó. De egy jó másfél éves kakasok, hanem már van íze, az jobb az, hogy az. Az immár hagyományosnak mondható szüreti csirkepaprikás főzőfesztivált idén 20. alkalommal rendezték meg Bolyban. Megpróbáljuk a régi hagyományoknak megfelelően készíteni a szüreti csirkepaprikást. Évekig édesanyám főzte mindig a vendégeimnek a szüreti csirkepaprikást, sajnos ő már nincs közöttünk, de a Béla unokatestvérem, ő kiváló szakács, és ő átvállalja mostanság már ezeket a feladatokat. Korábban a legjobb csirkepaprikásokat díjazták, de mostanra már olyan sok bográcsban fő az étel, hogy a fesztiválon az asztalok versenyeznek. Volt hagyományos, modern, népi, de szüreti kellékekkel díszített asztal is idén. Akár csak szüretkor a fesztiválon is sok éhes száj várta, hogy elkészüljön a csirkepaprikás, de hogy a nézelődők se unatkozzanak, a réten színes programokkal, kézműveskedéssel, vásárral is várták az érdeklődőket. A 60 éves mozdonyokra és egy 100 éves elektromos hajtányra is felszállhattak a vonatok szerelmesei a 21. Balaton-Fenyvesi kisvasúti napon. A Balatonparti településről egészen Somogyszentpálig ingyen utazhattak a régi időket felidéző szerelvénnyel. Felmászhattak a régi vagonokra, beülhettek az utastér ódonüléseibe, és közelebbről is megvizsgálhatták a vezetőfülkét. Kívülbelül szemügyre vették a régi szerelvényeket a 21. Balatonfenyvesi kisvasúti napon. A különleges járgányok leginkább a gyerekeket varázsolták el. Nagyon jó, tudom, szuper. Ezért is vagyok itt. Jól megy, meg szép tájakon megy át. Nem csak a kicsik, hanem a felnőttek tetszését is elnyerték a régi mozdonyok. Igazi családi nappá nőtte ki magát a fenyvesi program. Ez a család a kisunokát is elhozta magával. Nagyon készültünk erre a kisvasúti napra, úgyhogy most nagy örömmel jöttünk. 60 évvel ezelőtt elsősorban a gazdaságban főként teherszállításra használták ezeket a mozdonyokat és hajtányokat. Ma már azonban a Balaton egyik legjelentősebb attrakciója. Ezért is rendezik meg immár 2 évtizede a Balatonfenyvesi kisvasúti napot, ahova az egész ország területéről 50%-os MÁV kedvezménnyel érkezhettek vonattal Balatonfenyvesre. Az eseményen Lombár Gábor polgármester arról beszélt, nagy jelentősége van a kisvasútnak a település turisztikájában. És Sziszafürdőnek ebben mindig nagy szerepe volt, de Táskának is, tehát azoknak annak a hármas vonalnak, ami Somogyszentpál, Táskát, illetve Buzsákot, Sziszafürdőt jelentette. Úgy tulajdonképpen a turisztika átvette ezt az egész kérdést, és ennek az egésznek a jelentőségét ma is erről van szó, és hát a felújítások is erről szólnak, de hát ez is tulajdonképpen a gazdaságunknak része, mert is azt gondolom, hogy Balatonfenyvesnek a turisztika az az ipara, amit jól kell csinálni. A tervek szerint a kisvasút jövőre teljesen megújul. A kormány 8 hazai kisvasút együttesen 10 milliárdos fejlesztési támogatásáról döntött még tavaly. A magyarországi keskeny nyomtávú vonalak rekonstrukcióját azért is látják szükségesnek, mert 2016-ban a 21 kisvasúton az utasszám csaknem meghaladta az 1.400.000-et. És most nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Kanapéban bújt el a betörő tolnán, gyorsan megtalálták a rendőrök. A Fidesz nyert Pakson, Ulbert Sándort támogatta a szavazók 94%-a. Kastélykoncert, 3 éve része a medinai művészeti napoknak a Csapó kastély. Felújítás, 1 millió forintból állították helyre a homlokzatot.
Szerdán már tartósabb napsütésben is bízhatunk, de elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!